A zempléni kaszinó házigazdája Csernai Ferencné volt. Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy örül annak, hogy a professzor úr elfogadta a meghívást, hiszen neki személyes élménye is fűződik hozzá. A főiskolai oktatóm volt. Bízom benne, hogy nem csak a szociális ellátásban dolgozók munkáját segíti, hanem a jelenlévőket is, akik eljöttek és meghallgatják az öregedésről, az öregkor problémáiról, hogy hogyan lehet elviselni az öregedést, milyen természetes öregedés és milyen kóros öregedés jellemzi az időskort. Professzor Iván László Göncön született, majd Budapestre költözött. Gimnáziumi tanulmányait a Cisztercita rendgimnáziumában végezte. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen általános orvosként végzett, majd nyírő professzor unszolására a pszichiátria és neurológia felé fordult. Kutatásai közé tartozik többek között az élethosszig tartó, ismeretterjesztő tanulás hatása az idős emberre, vagy az öregedés és önismeret. Előadásában az öregedésről, annak folyamatairól, a hit, remény, szeretet, egységről, a család és a közösség megtartó erejéről beszélt. Az ész idősödés folyamatánál három fogalmat megint csak szeretnék megemlíteni. Nincs két egyforma idősödő ember. Tessenek tudomásul. Amikor a másikat nézem, önmagamat nézem a tükörben, bárkit, nem egyforma. Az idősödő ember épp úgy, mint egyetlen egy ember sem. Egyforma. A másik, ami nagyon fontos, az időbeni változások hatására, mert az idősödés nem más, mint az időben változások sorozata. És elkezdődik már a magzat életben, sőt már a megtermékenyített peteseknél, amikor olyan kopási, úgy hívjuk, ilyen anyagok jelennek meg a sejtekben, amelyek csak később, idősebb korban halmozódnak föl és válnak nagyon jellemző. Az idősödés folyamatának harmadik része pedig, hogy minél inkább idősödünk, annál inkább olyanokká válunk, mint életünk első harmadában voltunk, mondta el a professzor. A normál idősödés is egyedi. Az azt jelenti, hogy bárhol valamiképpen a felépítő működéseink a sejtjeinknek, szerveinknek, szervrendszereinknek, irányító rendszereinknek bent a szervezetünkben, a felépítő működésekkel szemben a leépítő, kopásos folyamatok kezdenek meggyarapodni. Iván professzor nevével jegyzik Magyarországon és Európában az első nyitott ajtós osztályt. 1997-ben megalapította a Batthyány és Trakmann László Idősek Akadémiáját, 1999-ben pedig a Geriátria Pszichoterápia Szakambulanciát. Számtalan könyv, tanulmány, szakmai program is fűződik a nevéhez.